sziasztok! Ma egy lábedzést vettünk fel nektek, és ehhez fogok egy kicsit instrukciókat adni, hogyha lementek a terembe és esetleg ti is szeretnétek egy jót lábazni, akkor mire érdemes figyelnetek, hogyan kell végrehajtanotok ezeket a gyakorlatokat. Az első gyakorlatunk az egy lábnyújtás volt. Itt igazándiból az a fontos, hogy ahogy beleültök a gépbe és csináljátok a gyakorlatot, húzzátok bele magatokat kézzel úgymond az ülésbe, és ne engedjétek, hogy a feneketek elemelkedjen az üléstől. A feladatot azt párhuzamos lábfejekkel érdemes kivitelezni, és ha tudjátok, akkor egy kicsit feszítsétek is vissza a lábfejeteket. Fontos, hogy ne lendületből, hanem szép, lassan, koncentráltan végezzük a gyakorlatot, és esetleg fent egy kicsit megtartsuk tényleg csak egy másodpercre, és utána lassan engedjük vissza. Második gyakorlatunk az egy lábtolás gépen. Én ezt szintén a combom első részére, a combfeszítőre végeztem ezt a gyakorlatot, és ezért párhuzamosan, illetve szűken tettem itt is a lábfejeimet. És arra kell figyelni ennél a gyakorlatnál, hogy ahogy toljátok ki magatokat, illetve eresztitek vissza, hogy a térdek azok nem mozduljanak el se befelé, egymás felé, se pedig kifelé, hanem végig a lábfejetek irányába nézzen, és amikor pedig kitoljátok magatokat, akkor ne feszítsétek ki a térdeteket, mert így egy fokozott sérülés veszélyt eredményez, hanem egy icipicit tartsátok behajlítva, és onnan eresszétek vissza magatokat. A harmadik gyakorlatunk az egy lábhajlítás volt, ugyanúgy ülve gépen. Itt is igazándiból párhuzamos lábfejek, illetve én ezt is visszafeszítem egy picit pipába. Itt is fontos, hogy ne lendületből, hanem teljes mozgástartományt kihasználva próbáljuk teljesen magunk alá behúzni a súlyt, és aztán pedig lassan engedjük vissza. A súlyt azt érdemes magatoknak megválasztanotok. Én általában egy 4-5 kört szoktam csinálni, fokozatosan emelem a súlyt, elkezdem a legkisebb súlyjal egy ilyen 15 ismétlést, utána 12-t, és akkor azzal a súlya, ami nekem már azért nehezemre esik, azzal szoktam egy 10 ismétlést csinálni, tehát általában az első kör az 15 ismétlés, aztán 12. A negyedik gyakorlatunk az egy szabad súlyos gyakorlat, ugye az eddigiek azok gépen történtek, a negyedik pedig egy merevlábas felhúzás, ami szintén lábra, illetve fenékre koncentrál, de azért itt, mivel stabilizálni kell magatokat, dolgozik az egész test, tehát úgymond teljesen természetes, hogyha esetleg másnap van egy kis izomláz a derekatokban, mivel ott is tartani kell magatokat. Fontos, hogy nyújtott térddel, egyenes háttal végezzétek, és gyakorlatilag csak a csípőtöket toljátok hátra, és a súlyt pedig a combotokhoz közel, szinte a combotokon leeresztve, eresztitek le szép lassan. Én általában térd alá szoktam, hogy a térd alá menjen le a rúd, és onnan pedig koncentráltan a combotok hátsó részére fókuszálva emelitek föl, a végén pedig még egy picit ráfeszítetek fenékre is. A szabadsúlyos gyakorlatokról azt kell tudni, hogy ezek inkább szolgálják az izomépítést, mint például a gépes gyakorlatok. Természetesen a gépekkel is lehet izmot építeni, de azok pedig pont, hogy szálkásításra alkalmasabbak. Persze mindkettő inkább ismétlésszámtól függ, magas ismétlésszámok használandók szálkásításkor, az alacsonyabb ismétlésszámok pedig izomtömegnövelésekor. A legutolsó gyakorlatunk, az pedig egy combtávolítás volt. Ez kifejezetten egy izolációs gyakorlat farizomra. Itt arra kell figyelni, hogy nagyjából a lábszáratok az függőleges legyen, és hogy ne dőljetek hátra a gépen, hanem picit csúszhatok ki az ülésnek az elejére, és én egy kicsit előre is szoktam dőlni egyenes háttal, hogy még inkább a fenekemnek a külső részén érezzem a gyakorlatot, és én ebből pedig magasabb ismétlésszámot szoktam használni, ezt inkább ilyen popsi formálás jelleggel, és én ebből egy 4x5x25-öket szoktam csinálni, tehát úgy választhatok súlyt, hogy azért a 25 ismétlést meg tudjátok vele csinálni, ne tévesszem meg azt, hogy mondjuk az első kettő hú, de könnyű, azért a vége az be fog nehezedni. Remélem, hogy tetszett nektek ez a kis lábedzés, és hogyha esetleg érdekelne titeket másik izomcsoportra is edzés, hogyan végezzétek, illetve hogy én milyen gyakorlatokat szoktam csinálni, nyugodtan jelezzétek kommentben, és akkor forgatunk nektek legközelebb ilyet is. Sziasztok!